Már birtokba vették a biciklisek az új kerékpárutat Sóstóhegyen. Nyíregyháza egy 2 milliárd forintos hazai forrást kapott területi infrastruktúra fejlesztésre, így földutakat aszfaltoztak. Járdák újultak meg és kerékpárutat építettek vagy javítottak a város több pontján. Ennek a nagyszabású projektnek a része volt a csütörtökön átadott bicikliút építés. Óriási az igény a kerékpárutakra. Én nekem meggyőződésem, hogy Nyíregyháza egy kerékpáros várossá nőtte ki magát, és gyakorlatilag most így a Sóstóhegyen élőknek lehetősége van, mert hogy bekötődtünk úgymond a kerékpárhálózatba. Ez, amit most mi átadunk a városvezetés jóvoltából, ez majdnem 1 kilométer hosszú, a Sóstóhegy úton végig jön a Mogyoró utcáig. Ebbe a projektbe most ennyi fért bele. Ezzel a közel 1 kilométer hosszú bicikliúttal Sóstóhegyet is bekapcsolták a jelenleg több mint 60 kilométer hosszúságú kerékpárút hálózatba, amely már kiépült a településen. A márciusban indult útfelújítási projekt részeként a 3 kilométer hosszú pazonyi kerékpárutat is felújították. A jövő évi tervek szerint a nyíregyházi bicikliút hálózat a 70 kilométernyi hosszúságot is meghaladja majd, miután bekapcsolják a Borbányai városrészt is. Még mindig nagyon sok a földút, tehát ebben a projektben 7 földútból aszfaltozott utat építettünk, egyébként még 10-et, tehát ebben az évben 17-tel csökkent a földútak száma Nyíregyházán. Fontos az, hogy közlekedési csomópontokat tudunk építeni, felújítani ezzel a közlekedésbiztonságnak, biztonságot tudunk javítani, és hát a másik kiemelkedő része a járdák építése, felújítása volt. Ez is több helyen zajlott a városban. A 2 milliárdos projektünk 33 helyszínt érintett. A fejlesztések összehangolva valósultak meg, így még inkább a helyiek közlekedését segítik. A márciusban indult nagyszabású projekt a csütörtöki átadóval be is fejeződött.